Ilyen óriási szervát láthatunk nem is egyet Tóth Tamástól, a Hahn teniszese meghatározó játékosától a Dózser kupán, aki Domonyai Istvánnal egymást remekül kiegészítő párost alkottak. Jelzésértékű a közeljövőre nézve, ők ketten nagy erősségei lehetnek az OB3-as csapatnak, amely a bajnokság megnyerésére, hova tovább az OB2-be történő visszatérésre készül. Kell a nívós játék lehetőség az alacsonyabb osztályban szereplő játékosoknak, mert bizony hosszú a holtidény, messze van még a májusi folytatás. Az amatőröknek egyéb iránt se pénzük, de legfőképpen idejük nincs arra, hogy az ország távolabbi pontjaira eljárjanak különböző versenyekre. Így a Dózser kupa a teniszbarát Keresztes László által 3 évvel ezelőtt létrehozott verseny fontos missziós szerepet tölt be nem csak a szekszárdi csapat, hanem a távolabbról érkező teniszezők életében. Az erőnkhöz mérten támogatjuk, szeretjük ezeket a fiúkat, ez egy nagyon jó baráti kör és egy nagyon jó kis egyesület. Harmadik alkalommal rendezzük most meg ezt a Dózser kupát, ami én úgy gondolom, hogy most már nem csak megyén belül, megyén kívülről is, hiszen az idei évben Budapestről, Veszprémből, Paksról, Székesfehérvárról is voltak itt párosok, ami azt gondolom, hogy egy nagyon szép eredmény. Ebben a mezőnyben volt nem is egy játékos, aki az OB1-ben szerepel, akik növelték bizony a színvonalat. Ezek egyike volt Varga Mátyás, a Siófok Bregyó csapatából, a szekszárdi Kálmán Imrével alkotott duót, mint utólag kiderült győztes párost. Ugye ez egy meghívásos párosverseny, nagyon jó feltételek vannak, nagyon jó hangulat, és az eredményes és a résztvevők is nagyon tenisz képviselnek, úgyhogy ez nagyon jó felkészülés az idei szezonra. Ilyenkor kezdem meg általában a felkészülés, mert egész évben ugye nyilván csak edzéseket tartom, meg tanárként dolgozom, és most lesz az OB1, és hát ez egy nagyon jó ilyen évindító páros verseny. Ennek a döntőjét a Tóth Tamás Domonyai István szekszárdi páros ellen vívták. Bejött a papírforma, az elődöntő nagy csatája egyébként is sokat kivett a Hahn Ese említett párosából, akiknek amolyan jutalomjáték volt ez a döntő. Az elődöntő volt mindenképpen a nap meccse, amikor Tóthék ellenfele a Jóföldi Balázs-Lenz Balázs duó volt. A tenisz minden szép oldalát és küzdelmét egyaránt bemutató meccset Tóth olykor közel 200 km/h szerváival, alapvonal elütéseivel, Domonyai megbízható és egyben okos taktikus megoldásaival a zöldek nyerték. Hát Domesszal együtt kb. 8 éve játszunk, egyébként hogy ismerjük elég jó egymás játékát, ismerjük egymás gyengéit, erősségeit, úgyhogy szerintem jó kiegészítjük egymást. Rendesen párost körülbelül 3 éve játszunk, de egyébként igen, tehát a harmadosztályban is egyébként várható, hogy többször összeállunk majd egy találkozóra. Az elődöntő láttán fölvetődött, mi lett volna a meccs végkimenetele, ha az ellenfélnél a szekszárdi tenisz korszakos, emblematikus figurája, Jóföldi Balázs nem érzi még karsérülését. Ezt a kérdést maga az érintett, szimpatikus sportszerűséggel anulálta. Azzal, hogy Tóthék teljesítményét nagyon szimpatikus szerénységgel igen magasra értékelte.